Miközben az Európai Bizottság illetékesnek érzi magát abban, hogy foglalkozzon az illegális migránsok jogaival, nem érzi magát illetékesnek abban, hogy végre foglalkozzon az őshonos európai közösségek jogaival. Most a bírósághoz fordultak a kezdeményezők annak érdekében, hogy kikényszerítsék azt, hogy az Európai Unió végre fogadjon el kötelező érvényű jogrendszert, jogi normákat arra vonatkozóan, hogy védjék a nemzeti közösségek jogait. Teljesen elképesztő az, hogy az Európai Bizottság több mint másfél millió aláírás nem vesz komolyan, egy európai parlament felhívását nem veszik komolyan, számos régió, helyi parlament, kisebbségű közösség felhívását nem veszik komolyan, és gyakorlatilag az bizonyítja, hogy igenis másodrangú állampolgárként kezeli a hagyományos nemzeti közösség kisebbségek soraiba tartozókat, hiszen minden más kisebbség esetében hangoztatja, hogy mi mindent tesz, milyen keretprogramokat indít, és ebben az esetben pedig semmi nem történik. Páncér Károly Országgyűlési Képviselőt köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi az apropója ennek a mostani országgyűlési határozatnak? Ugye a Magyarországgyűlés már két évvel ezelőtt is kiállt a Minority Safe Pack Polgári kezdeményezés mellett, magyarul a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés mellett, a mostani időszerűségét pedig az adta, ahogy a felvezetőben is hallhattuk, hogy az Európai Parlament egy tavalyi évvégi kedvező döntése után, ahol egyébként háromnegyedes többséggel az Európai Parlament arról szavazott, hogy kerüljön a bizottság elé, és a bizottságot jogalkotásra szólította fel ezekben a feltett kisebbségvédelmi kérdésekben és január 15-én ülésezett a bizottság, ahol egyébként megdicsérgették az aláírókat, a kezdeményezőket, hogy milyen szép dolog ez az Európai Unió lehetőséget ad arra, hogy alulról jövő kezdeményezések alapján európai polgárok jogalkotást kezdeményezzenek a bizottságnál. Ennek ellenére egyébként döntés nélkül lesöpörték az asztalról. Úgyhogy hogy itt egy új folyamat kezdődik, és ebben a folyamatban elindult egy nagy szolidaritási mozgalom, és azt gondolom, hogy a Magyarországgyűlésnek kötelessége, hogy kiálljon az ügy mellett. Na most mi a helyzet akkor, hogyha az EB azt mondja, hogy nem kompetens ebben az ügyben a jogalkotás előkészítésére? Milyen utak nyílnak meg? Ugye azt mondta, hogy igen, itt van ez a szolidaritás, tehát hogy a tagállamok állásfoglalásban szolidaritásukról biztosítják a kezdeményezést. Milyen lehetőségek vannak még? Hát az Európai Bizottságot egyébként jogalkotásra szólította föl maga az Európai Unió Parlamentje. A lehetőségek két út áll egyébként a, a kezdeményezők előtt. Ugye ne felejtsük el, hogy most már tíz évvel ezelőtt indult ez a történet a kezdeményezők az RMDS volt az egyik, illetve a FUEN, az Európai Nemzetek Föderatív Uniója volt a másik, akkor még Kelemen Hunor volt az alelnök ennek a e, európai szervezetnek, ma pedig Vince Lóránt az elnöke, szintén egy RMDS-es politikus Európa Parlamenti képviselő, már ő vitte végig a koordinálását az aláírás gyűjtésnek. No, ők mint benyújtók a luxemburgi bírósághoz fordultak egy semmisségi eljárásért, az az Európai Bizottság döntése ellen, ez a jogi út, Ebben egyébként Magyarország kormánya a jogi segítséget meg fogja adni a kezdeményezőknek, mert ez az ügy már volt 13-ban, 14-ben, már bíróság előtt, ahol a velünk szemben álló felek, például Szlovákia volt és Románia, és Magyarország pedig a perbe a FUM mellett szállt be, tehát jogi segítséget megkapnak, illetve van egy nagy széles nemzetközi összefogás most a dolog mögött, hiszen erre, hogy európai polgárok akaratát semmibe veszik, hogy magát a polgári kezdeményezésnek a, a a lehetőségét lesöprik, amit egyébként a Lisszaboni szerződés rögzít en, rögzíti ennek a lehetőségét, zárójelben mondanám, hogy legalább 60 ilyen elindult már Európában, hat alkalommal sikerült is a megfelelő aláírás számot összegyűjteni, és az Európai Bizottság egyel sem volt hajlandó foglalkozni, ez azt gondolom, hogy szégyen, és elhitelteleníti ezt az egész jogi környezetet, Nos, Alakult egy széles összefogás, itt, itt sok mindenkire számíthat egyébként a fúján, mert Spanyolországban Valencia tartomány tárgyalt az ügyet és kiállt mellette, Olaszországban Veneto, Friuli, hagyományosan a dél-tiroliak, de tavaly októberben a Európai Unió legnagyobb állama és annak vezetője a Bundestag, Egybehangzó igen szavazattal döntöttek a Minority Safe Back támogatása mellett, és akkor még ne, sorolhatnám a Holland Alsó házat, a, a frízeket van egy nagy széles nemzetközi összefogás most az ügy mögött. Tehát több tagállami parlament is a magyaréhoz hasonló határozati javaslatot ő Igen. fogadott el, amiben támogatják a kezdeményezést. Mire számítanak, vagy mit eredményezhet ez? Azt nem tudom, hogy a jogi eljárás mikorra zárulhat, tehát hogy mikorra születhet <hums> ítélet az Európai Bíróságon, de mondjuk ezek a határozati javaslatok, ezek nyomást gyakorolhatnak az Európai Bizottságra, vagy beindíthatnak valamilyen folyamatot az Unióban? Azt tudom mondani, hogy akik nemzetpolitikával foglalkozunk, azok tudjuk azt, hogy könnyű meg gyors sikerek nincsenek nemzeti kisebbség védelmi kérdésekben. Én magam is arra számítok, hogy igen, a luxemburgi bíróságon sem egy-két hónapos folyamat lesz ez, akár eltarthat évekig. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy gyakorlatilag hasonló tárgyban, ami nemzeti őshonos kisebbségekkel foglalkozik, Folyamatban van még egy aláírásgyűjtési akció, egy polgári kezdeményezés. Ez a Székely Nemzeti Tanács által indított nemzeti régiók létrehozásáról szól. Május 7-én le fog zárulni ott is az aláírásgyűjtés. Ma már azt egyébként látjuk, hogy, hogy jogilag az is érvényes és eredményes lesz, tehát majd oda kerül az Európai Parlament elé, aztán újra a bizottság elé, és van egyébként a Magyarországgyűlésnek egy tavaly elfogadott politikai nyilatkozata, június 4-én, a Trianoni megemlékezés napján fogadta el az országgyűlés a Nemzeti Önazonosság Védelméről, amiben rögzítettük például azt, hogy, hogy fontos alapvető emberi jognak tartanánk a, a szülőföld otthonosságát. Az, hogy legyen alapvető emberi jog az, hogy valaki meg tudjon maradni éjjel, boldoguljon a szülőföldjén, ott a kultúráját, nyelvét, a hagyományait tudja ápolni és, és megtartani. Ezeket az ügyeket, ha összekapcsoljuk, és adódott közben egy olyan lehetőségünk is, hogy idén májustól novemberig Magyarország lesz a soron következő elnöke, az Európai Tanács, ez a. Ez a Strasburgi Európa Tanács, ami nem is 25, hanem Európa 47 országát tömöríti. A, tehát a következő elnökségét Magyarország adja Strasburgi konferenciákkal, Budapesti konferenciákkal, ahol a Magyar Kormány elsőrangú prioritásnak tartja a kisebbség védelmet, a nemzeti őshonos kisebbségek védelmét. Egy kicsit diszonáns folyamatok zajlanak az Unióban, már a tekintetben, hogy bizonyos kisebbségek ügyét nagyon is transzparensen képviseli az bizottság is maga, hiszen az LMBTQ közösségek tekintetében például többlet jogok kiharcolását is hát fontosnak tartaná a bizottság, míg mondjuk az ő sonos nemzeti kisebbségek ügyét és az erre irányuló kezdeményezéseket úgy tűnik, hogy tendenciózusan lesöprik az, az asztalról. Mi lehet ennek az oka? igen, ez így van, tehát ezt látjuk nap mint nap, hogy egyrészt a, az ön által is említett kisebbségek, illetve ne feledkezzünk meg az illegális migránsokról, eh, ahol jogalkotásra képes volt az Európai Bizottság. Tehát miközben azt mondja bizonyos ügyekre, és ne feledkezzünk meg arról, hogy 50 millió polgárról beszélünk, nem csak két és fél millió magyarról, tehát ez nem egyszerűen egy magyar ügy, hanem ez egy európai ügy, ahol 50 millió ember él nemzeti kisebbségi sorban, különböző színvonalon persze, és ezeknek az ügyét félresöpli, és azt mondja, hogy itt nem jogosult ő jogalkotásra, miközben mondjuk az illegális migráció kapcsán igen, sőt fenyegetőzik szankciókkal, meg pénzmegvonással, hogyha azt nem teljesíti valamelyik tagállam, valóban diszonáns a helyzet, és az, az, sajnos napi tapasztalat, hogy, hogy egy nyugat-európai politikusnak, hogyha az ember egy ilyen problémát fölvesz, nem is érti, vagy nem is akarja érteni, ő kisebbségek alatt egészen mást ért, mint amit, amiről mi beszélünk. Mi a helyzet a magyar politikusokkal? Ugye 157 igen szavazattal fogadták el ezt a határozatot, és ugye a határozati javaslattal kapcsolatban előzetesen volt olyan ellenzéki párt, amelyik elismerően, sőt támogatóan nyilatkozott. Mi volt a szavazásnál? A határozati javaslat elindítója és benyújtója most tavasszal a Nemzeti Összetartozás Bizottság volt, ahol kilenc képviselő van, kilenc egybehangzó igennel indítottuk útjára, ebben van hat kormánypárti, három ellenzéki képviselő lefolyt a vitája a Magyarországgyűlésben, az ott megszólalók mindegyike támogatta, majd pedig a mai szavazáson 157 igen szavazat volt és egy nem. El kell mondanom róla, hogy, hogy akik a vitában támogatták, azok egyébként most is, a demokratikus koalíció egyetlen egy képviselője sem szavazta meg, őtőlük jött ez a nem is, a többiek pedig nem vettek részt a szavazásban. Szomorú vagyok, mert ahhoz képest, hogy a Bundeszták tavaly tudott egybehangzó igennel támogató döntést hozni, nekem fáj az, hogy volt ellenszavazat, illetve jelenlévő képviselők nem vettek részt a szavazáson és nem támogatták. Ugyanakkor nem vagyok meglepődve. Tehát az a, az a koalíció, ami ma Gyurcsány Ferenc alatt szövődik, az ő szárnyai alatt összeállt, eh, ahol ő a karmester, az a zenekar, az nem fogja eljátszani a székely Székelyhimnuszt. Tehát ebben tulajdonképpen nincs meglepő. És úgy tűnik, hogy nem elérhető most már az a bizonyos nemzeti minimum sem a magyar kisebbségek ügyében. Köszönöm szépen. Sajnos égítő. igen. Köszönöm, Köszönöm szépen.